Valahogy a pénzhez köti az emberek többség a boldogságot. Te ebben például hiszel? Nem a gazdagság vagy a pénzügyi állapotodtól függ igazából a boldogságod. Miközben az is igaz, hogy a pénztelenség az valóban nagy arányban hozzájárul a boldogtalansághoz. De hogy a kettő nem így korrelál egymással. Tehát emlékszem a grafikonra, ami azt mutatta, hogy nőtt mondjuk az általános jólét, de a boldogság szint az ugyanaz maradt szinte. Tehát a kettő között nem ilyen értelmű összefüggés van. Szerinted a boldogságra való hajlam az nem alapvetően lelkialkat kérdése? Hogy tudnélik egy melankólikus, vagy mondjuk így borongós lelkialkatú ember eleve sokkal zártabban él és képtelen a boldogságra, vagy legalábbis arra a tűnékeny pillanatra, amit boldogságnak lehet nevezni. Nem gondolom ezt.